Szeretettel köszöntöm a Gömör és Nógrád Rádió hallgatóit. Német Ajna vagyok, ez pedig itt a Hitben járó, melyben vendégeimmel hétről hétre beszélgetünk Jézus hívásáról, követéséről, a mindennapok ajándékairól, a nehézségek átvészeléséről, valamint a hit örömeiről. Mai vendégem Kovács Tímár Ildikó, a Rimaszombati Egyházközség egyik lelkésze. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Hadd köszöntsek mindenkit, itt is úgy, ahogy szoktam a gyülekezetben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A keresztény élő hittel kapcsolatban sokszor beszéltünk már a műsorom folyamán arról, hogy fontos az otthonról hozott minta is, ugyanakkor mindenkinek el kell jutnia egy személyes megtapasztalásig is. Te mikor találkoztál személyesen is Krisztussal, és fogadtad be őt az életedbe, és milyen hatással volt ez rád? Szeretnék arról beszélni először, hogy én nagyon vallásos közegből jövök. A szüleim, nagyszüleim, a családom elég régóta az otthoni, tehát a nagyidai református gyülekezetnek a aktív tagjai, presbiterei és jegyzői, ami a nagymamámat illeti, aki az ébredési mozgalom idején is aktívan részt vett a gyülekezet életében, és ebből kifolyólag egészen pici gyermekkoromtól kezdve, amikor is még a kommunista rendszer tombolt, akkor is kötelező volt nálunk istentiszteletre menni. Még akkor is, hogyha tudván tudtuk, hogy esetleg valamilyen hátrányos megkülönböztetés ér majd bennünket ez miatt. Először gyermekként ezt nem értettem, aztán hittanosként teljesen buli volt, hogy olyan dolgot csinálhatunk, ami tiltva van, és mivel hogy együtt tanultunk a hittanórán, a parókián több évfolyam, így a tiszteletes sor a különböző évfolyamokkal külön-külön foglalkozott, és volt lehetőségünk arra, hogy teológiai irodalmat, vagy gyermekbibliákat olvasgassunk, miközben ő a másik csoporttal foglalkozott. És így került hozzám egy Hollandiából kapott biblia, fiatalok bibliája, amit előszeretettel olvasgattam, és hittanos éveim alatt ott a parókián, az imateremben el is olvastam. Elérkezett a konfirmáció ideje, konfirmáltam, és igazából, ha meg akartam felelni anyáiknak, vagy nem akartam otthon balhét, akkor istentiszteletre menni kellett. Egészen nagy elsős gimnazista kora még, amikor is a gyülekezetünk új lelkészt kapott, egy fiatalember személyében, aki katonaságról érkezett karácsony estére a gyülekezetünkbe szolgálni, és eléggé agilisan és eléggé dinamikusan és fiatalosan kezdte el hirdetni az ígét, illetve megszervezte az ifjúsági bibliaórákat. Gitárosan énekeltünk, vagy gitárkísérettel énekeltünk, és nagyon hamar összekapta a református ifjúságot, és elkezdtünk bibliaórákra járni. Már úgy kezdtünk a bibliaórára járni, hogy otthonról kötelező volt oda is menni, ugyanúgy, mint ahogy a hittanórákra, na de hát megtettem én is azt, amit megkívánta haza, amit a szülők elvártak, ott voltam, és akkor így jó ponton volt otthon is, meg hát a gyülekezet életében is. Elsős gimnazista korom után ifjúsági tábort szerveztek, az akkor már hitben járó, vagy már korábban is hitben járó fiatalok Kassa környékén, és az ő közösségüknek a tagja volt, vagy tagja lett ez a fiatal lelkipásztor is, aki érkezett hozzánk, és meghirdette a mi gyülekezetünkben is ezt az ifjúsági tábort, amit ugye meghalva édesanyámék megörültek, hogy újabb lehetőség mutatkozik, ahova elküldhetnek engem is, a jó nevelés érdekében, a református nevelés érdekében. Már szó szerint elrúgdostak ebbe a táborba, én pedig mentem, mert hát ez volt a feladatom, és engedelmes lánygyermek voltam. És azt szeretném elmondani, hogy úgy mentem ebbe a táborba,
hogy én nagyon is képben voltam a Biblia világával, a bibliai történetekkel, a bibliai eseményekkel, a bibliai történelem vonallal, és úgy gondoltam, hogy nem fognak tudni nekem újat mondani ebben a táborban, mert én addig nem tapasztaltam a történés, a történet mögött semmi pluszt. A tábor 5 napos volt, az 5 nap alatt végigcsináltam, csoportbeszélgettem, énekeltem, az esti tábortűznél imaközösségben vettem részt, már amikor nem adtam bele, és az utolsó napon úrvacsoraosztás volt, és ennél az úrvacsoraosztásnál, ugye tudjuk, hogy az úrvacsorában a kenyér és a bor az Úr Jézus Krisztus értünk megtört, ami bűneink miatt megtört testére, és a bor az értünk alakuló vérére emlékeztet minket, és akkor valami felvillant az én fejemben, az én lelkemben, és csak sírni kezdtem azért, hogy én mennyi rosszat követtem el, mennyi bűnt követtem el, és ezért az én sok vétkemért valakinek meg kellett halni. Tulajdonképpen itt kezdődött az egész, innentől számítom azt, hogy keresztjén vagyok, de elég messziről kezdtem, mert hogyha nincsen a kezdet kezdetén ez a kötelezőség, lehet, hogy nem jutok el ehhez a hitbeli meggyőződéshez. Ezek után milyen változásokat hozott az életedben ez a hitbeli megtapasztalás? Ugye ismertem a bibliai történést, és meglepő volt felfedezni azt saját magamban is, hogy kevés csak az, hogy én megértettem, én elfogadtam, én magamévá tettem, erről beszélni kell. Tehát ezt nem lehet magamban tartani, ezt meg kell élni valahogy kifelé. Anya azt mondta, amikor hazamentem, hogy mi történt veled, mert hogy a macskát, nem vagyok macskás, nagyon nem szerettem, és most se vagyok nagyon macskapárti, a macskába nem rúgtam bele akkor, amikor hazaértem, és ott feküdt a konyhaajtóban, hogy mi történt velem, mert hogy nem úgy jöttem vissza, ahogy érkeztem, ez csak egy ilyen intermezzo. Szóval az a lényeg, hogy tudtam, hogy valamit tenni kell, valamit cselekedni kell. De nem úgy tudtam ezt, hogy könyv szerint, hogy ahhoz, hogy jó keresztjén legyek, akkor ezt és ezt véghez kell vigyem, hanem olyan belső dolog volt ez, hogy valami felé el kell indulni. És volt egy olyan lehetőség otthon a gyülekezetben, felkínálta a lelkész, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk az egész pici gyerekekkel óvodáskorú, illetve alsótagozatos gyerekekkel foglalkozni vasárnapi iskola keretén belül, és hogy mit szólnék hozzá, hogyha bibliai történeteket, énekeket tanítanak én is, illetve voltak még velem ketten ebben a táborban, és hasonló érzésekkel, vagy hasonló hitre jutással érkeztek ők is haza, hogyha hozzáfognánk, és elkezdenénk ilyenekkel foglalkozni, és elkezdtük a munkát, és kerestük az alkalmakat, és kerestük a lehetőségeket, ahol mi magunk is épülhetünk, és fejlődhetünk, és gyarapodhatunk a hitben. Ez azt jelenti, hogy hétfőn otthon volt nagyjelen Biblia óra, ahol aktív résztvevőként voltam jelen, kedden kasára utaztunk Biblia órára, csütörtökön kórus próbára jártunk, szombaton rendszerint abban az időben, ugye ez a 90-es év, 90-91-es évekről van szó, szombatonként rendszerint evangelizáció volt valamelyik környező vagy távoli faluban, ahol egyfelül bizonságtevésre kértek meg, másfelül a saját hitemnek az erősítése miatt is szívesen mentem, és aztán nyáron már elkezdtük a központosított gyerektáboroknak a szervezését, illetve elkezdődött a FIRESZ, a Fiatal Reformátusok Szövetségének a, hát akkor mozgalma, tehát akkor indult a Fiatal Reformátusok Szövetsége, és
A Fiatal Reformatusok Szövetségén belül kezdtünk el tulajdonképpen dolgozni. Először pici gyerekekkel, aztán ifjúsági munkával, tini táborokat szerveztünk, majd értelmiségi táborokba is megjelentünk, és próbáltunk bizonságtevő életünkkel valamiféleképpen hitünkről vallást tenni. És mikor fogalmazódott meg benned az, hogy lelkész szeretnél lenni? Volt valaki, aki esetleg nagy hatással volt rád ezen a téren? Soha nem az volt a indítatásom, hogy én lelkipásztor leszek, és fekete palásba fel fogok menni a szószékre, és hirdetni fogom meg tömegeknek az igét. Annyi volt a elhivattatás, hogy beszélnem kell, hirdetnem kell azt a meggyőződést, ami bennem megszületett, ami bennem valósággá vált. Ez indult először a gyerekek felé, és ezzel kapcsolatban is van egy érdekes történet, ugyanis negyedikes koromban, gimnazista negyedikes koromban indult Kassán a katechetikai szeminárium, ahová érettségizett fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, idősebbek jelentkezhettek, akik a gyerekmunkával akartak foglalkozni. És még mindig ugyanerről a lelkipásztorról beszélünk, ő megbíztatott engem, hogy próbálkozzak meg negyedikes létemre én is, tehát érettségi nélkül, hogy hát, ha felvesznek, és akkor legalább megtudom, hogy milyen a teológiai szakirodalmat is megtanulni, egy kicsit kortörténetet, egy kicsit dogmatikát, egy kicsit etikát, hogy belekóstolják a hit tudományos oldalába is. És mondta ő, hogy különben is mire rájönnek, hogy nincs érettségi, addigra már túl leszel az első vizsgákon is. Hát hamarabb rájöttek, hogy nincs érettségim, úgyhogy az első szemeszter vizsgáit nem tudtam megtenni, viszont nem tettek ki, hanem azt mondták, hogy majd év végén, mire leérettségizek, majd mind a két szemeszterből vizsgázhatok. És mivel, hogy benne voltam az egész teológiai tanulmányok folyamatában, és ugye negyedikes voltam, úgy gondoltam, hogy megpróbálhatnám a teológiát is, hát végül is nincs vesztenivalóm, ha teológiát végzek majd. A hitoktatásban ugyanúgy részt vállalhatok, és igazából ezért adtam be én a teológiára, mert hát ugye még nem vizsgáztam katechetikából sem, úgy függött az egész, viszont annyira rákészültem a teológiai tudományokra, hogy jó meg volt alapozva egy felvételihez az előkészület, vagy a felkészülés, és így adtam be teológiára a jelentkezést. Tehát azt szeretném csak elmondani, hogy mindig az volt az elképzelésem, és az volt a vágyam, hogy a bennem lévő bizonságot, a bennem lévő hitet nem szabad magamban tartanom, az arról beszélnem kell. A gyerekektől indult a dolog, és lám most ismét gyerekek között vagyok leginkább. Mit tartasz lelkészként a legfontosabb feladatodnak? A lelki gondozás. A beszélgetést mindazokkal, akik igénylik, és a beszélgetést mindazokkal, akik nem is tudják, hogy igényük van erre. A bizonságtevést. A szeretetteljes közeledés, annak a hirdetését, hogy van megbocsátás és van örök élet, annak a hirdetését, hogy nem véletlenül születünk erre a világra, nem véletlenül éppen én vagy éppen ő az, akinek az Úristen lehetőséget adott arra, hogy elkezdjen élni, és hogy nem csak lenni az élet, hogy megszülettünk és meghalunk, hanem jóval több. És éppen a héten beszélgettem az egyik ismerősömmel, és ő mondta, hogy hogy tudok olyan emberekkel beszélgetni, akik a halál kapujában vannak. Csak azt tudtam mondani neki, amit most is elmondok, és legyen ez erősítő mindenki számára, hogy nem csak annyi az élet, tehát nem úgy beszélek az elköltözni készülőbe, hogy te meg fogsz halni, és akkor itt egy nagy űr marad, meg a te életed egy nagy űr lesz utána, vagy itt befejeződött, hanem az, hogy egy állomás, és indulsz egy olyan helyre, amit emberi ész még csak elgondolni sem bír. És ha valóban olyan csodálatos és olyan gyönyörűséges, ahogy a Biblia bizonságot tesz róla, akkor az egy jó hely. A teológián az évfolyam felelős professzorunk egy nagyon hitben járó mély ember volt, és nem tudott minden kérdésünkre választ adni, pláne az olyan
hitkérdésekre, mint örök élet, meg hogy mi lesz akkor, ha. És amikor nem tudott válaszolni, akkor csak annyit mondott mindig, hogy jegyezzétek meg jó kérdést, és hogyha ott leszünk az üvegtengernél, akkor majd egyenesbe megkérdezzük attól, akihez készülünk. Bátran keresnek meg az itteni hívek ilyen lelki problémákkal, hogy segítséget tud nekik nyújtani? Igen, én úgy gondolom, hogy megmernek keresni. Én úgy érzem, hogy van bizalmuk irányomban, de hát tegyem hozzá, hogy ne feltétlenül az én irányomban legyen a bizodalom, hanem annak az irányában, akit megmutatok nekik, hogy ő hozzájöhetnek, és ő benne valóban békességre és nyugalomra tudnak lelni. A lelki gondozás mellett még pontosan milyen feladatokat látsz el a Rimaszombati Egyházközségben? A lelki gondozáson túl, de én a lelki gondozásba értem az igehirdetés szolgálatát is, mert na, anyuka, megint téged idézlek. Szóval, amikor az első igehirdetési szolgálatokra készültem már, mint palástos lelkészítő Imaszombatban, édesanyám mondta azt, hogy Ildi, remélem tudod, hogyha felmész a szószékre, és elkezdel beszélni az Isten dolgairól, meg egyáltalán, te az emberek lelkével játszol, innentől fogva úgy érzem, hogy minden igehirdetés valamilyen szinten lelki gondozás is, és úgy igyekszem az igehirdetéseimet is megfogalmazni, amit én is megéltem, vagy megtapasztaltam az Istennel kapcsolatban, és nekem jó volt és erősítő volt, azt próbálom átadni a gyülekezet felé is, hogy akik hasonló érzésekkel, hasonló problémákkal, hasonló kételkedésekkel küzdenek, akkor tudjanak erősödni ezek által. Jó, tehát a lelki gondozás és az igehirdetési szolgálata, illetve az ilyen bibliaórás szolgálatok, amit a felnőttek körében végzek, ez az első nagy feladatköröm. És a második, ami nem második szinten van, hanem ugyanolyan szinten van, mint az első, az a fiatalokkal, a gyerekekkel való foglalkozás. Én nagyon szeretek a fiatalokkal, a gyerekekkel foglalkozni, mert számomra nagyon erősítő és bátorító és biztató az a gyermeki hit, amit főleg a picik olyan értelemben, hogy óvisok és egynégyesek, de még az ötödik évfolyam is kimutat vagy megmutat, valahányszor az Istent mutatom be én nekik. Tehát az ő reakciójuk az számomra nagyon erősítő, és én úgy gondolom, hogy ővelük is ügyesen tudunk együtt dolgozni, észesen vesszük, és az óra, vagy a csoportbeszélgetés, hogyha a nyári táborokra gondolok, egy-kettőre végére is ér, és én bízom abban, hogy erősödünk ezek által is. Kicsit másabb kérdés, de ugyanúgy kihívás és érdekes, a felsőbb éveseknek a tanítása, vagy a felsőbb évesekkel való foglalkozás. Az ő kételkedéseik, az ő kérdéseik, az ő Istennel megtapasztalt dolgaik is tulajdonképpen figyelemre méltók, és számomra erősítő az is, hogyha ővelük tudok foglalkozni, illetve hogyha úgy tudok rámutatni az általam megélt hit igazságukra, hogy ők erre felfigyelnek és vonzónak tartják, és elindulnak ezen az úton, vagy a keresés útján, akkor már úgy hiszem, hogy van értelme az egésznek. Én azt hiszem és vallom, hogy a fiatalságban, az ifjúságban, a gyerekekben, a picikben befektetett energia, az sokszorosan megtérülhet. Úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy elvetett mag, amit lehet, hogy én nem tapasztalok meg, hogy meghozzá maga gyümölcsét, de erősen bizakodom abban, hogy ha az Istennek az a terve, hogy éljen és működjön az őt követők tábor, az a látható egyház, vagy a láthatatlan egyház itt a Földön, akkor ő megtermi ezeket az elvetett magokat a fiatalok vagy a gyermekeknek az életében.
Miben más egy-egy ilyen ifjúsági vagy gyermekalkalomra készülni, akár hittanórára, akár istentiszteletre? Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre az alkalmakra, illetve még arra lennék kíváncsi, hogy az otthoni háttér nélkül is fogékonyak rá? Tehát akik nem keresztény vallásos családból jönnek, bennük mit veszel észre? Őket is érdekli Jézus Krisztus igéje? Az, hogy érzik a szeretetet és a törődést, érzik a másfajta hozzáállást, vagy hozzájuk állást, inkább így mondom, szerintem az mindenféleképpen elindít bennük valamit. Ha más nem az, hogy elkezdenek azon gondolkozni, hogy ő miért így viszonyul hozzám. Akik keresztény háttérből indulnak, velük lehet néha nehezebb, mert ők pontosan tudják agyban, tehát ésszel, hogy mi a történés. Ők pontosan tudják otthonról, hogy Jézus Krisztus megszületett, itt élt közöttünk, értünk halt meg bűneink bocsánatára, de lehet, hogy éppen ők azok, akik nem érzik ennek azt a belső mélységét, azt a belső tögletet, ami bennem is akkor született meg azon a bizonyos úrvacsorán, pedig tudtam az összes bibliai hátteret, ami a gyerekek fogékonyságát illeti, ők fogékonyak, és igen, több felkészülést igényel egy hittanórára bemenni, nekem többet igényel, több felkészülést igényel, mint egy istentiszteletre, mert ha hozok egy témát, mondjuk a gimnazistáknál most a Jézus Krisztus csodáit vesszük, és Jézusnak különféle csodái voltak, mondjuk voltak ilyen gyógyítási csodái, voltak a feltámadási csodái, vagy csodái a természeti erők fölött, amikor a tengert lecsendesítette, vagy a tengeren járva közeledett a tanítványaihoz, akkor nem csak abból kell felkészüljek, hogy maga a történés, hanem milyen kérdéseket tehetnek fel a gyermekek a csoda megtapasztalása kapcsán. Miért nincsenek ma is csodák, vagy ha vannak, hogy fedezhetjük fel, mi számít csodának. Szóval sok oldalról kell megközelíteni a dolgot, és igencsak el kell gondolkozni azon, hogy az Úristen akar csak a, nem is, hogy elgondolkodni, igencsak oda kell figyelni az életemből is, vagy a megélt dolgaimból, mindarra, hogy én mikor tapasztaltam meg az Istennek a csodáit, hogy ha én a csodákról beszélek a gyerekeknek, akkor az életből, a mai életből is alá tudjam támasztani azt olyan bizonyosan, amilyen én bizonyosan hiszem, hogy az csodaként történt az én életemben, ők is ezt csodaként éljék meg, tehát fogadják azt, hogy mint ahogy volt Krisztus idejében, vagy Mózesék idejében, vagy a proféták idejében Istennek egészen nyilvánvaló csodája, létező csodája az emberiség körében, ugyanúgy van a mában is. Szóval végig kell nagyon sokat gondolni, és folyamatosan úgy élni, tudatosan élni, vagy megélni az Istennel való kapcsolatomat, hogy erről úgy lehessen bizonságot tenni, hogy ők ezt vonzónak találják, vagy hitelesnek találják. Az intézményes kereteken kívül milyen egyéb lehetőség van még arra, ahol ezek a fiatalok Krisztus szeretetét megtapasztalhatják? Lehet, hogy intézményes keretnek számít, legalábbis egyházi intézményes keretnek számít a KT órák során, viszont ebben az iskolai évben kettő olyan KT csoportom is van, ahol nagyon nyitottak a gyerekek, nagyon nyitottak a fiatalok a Szentírás üzenete irányában, és szívesen beszélgetnek, szívesen kérdeznek, és ők maguk is szívesen hoznak példákat, eseteket az életükből, amikre keresik az Isten szerinti válaszokat. Egyébként nyári táborokat szervezünk a fiatalok részére. A nyári táboroknak is van ilyen evangelizációs, ilyen missziói jellege vagy üzenete, amire nagy hangsúlyt fektetünk, mert nem szeretnénk, hogyha csak egy tábor lenne,
a mi keresztény táborunk, a mi gyerektáborunk a nyár folyamán itt városi keretek között, nagyon sok tábor között, hanem valóban egy lelki feltöltődés, egy újulás a gyerekek részére. Hogyan látod a felvidéki magyarság, reformátusság helyzetét? Többen imádkozunk ébredésért. Szeretném én is azt, hogyha az Úristen könyörülne rajtunk, és még engedné azt meglátni, hogy hasonló nyitottsággal, hasonló Isten iránti vágyakozással érkeznének az emberek a közösségünkbe, mint ahogy annak idején, a 90-es évek elején kegyelmezett nekünk, és megengedte azt, hogy olyan nagy hullámban történjen újulás és ébredés a közösségünkben. És itt a gömöri gyülekezetek milyen helyzetben vannak? Mennyire aktívak most a gyülekezet tagok? Mint a Rimaszombati gyülekezet az egyik lelki pásztora, én azt tudom mondani, hogy itt Rimaszombatban a gyülekezeten belül vannak csoportok, akik igenis törekszenek arra, hogy aktívan éljék meg a keresztény hitüket. Ez megnyilvánul családlátogatások végzésénél, ez megnyilvánul a szeretett szolgálatban való aktív részvételnél. Nyilván más a mi gyülekezetünk helyzete a falusi gyülekezetekhez képest, mivel hogy elég nagyok a távolságok gyülekezeten belül, és ugye a bérházban lakók is eléggé el vannak szeparálva tulajdonképpen egymástól, és annyi közösségi alkalmunk van itt Rimaszombatban, amennyit megszervezünk. Tehát nem úgy van, hogy én falusi lány vagyok, és tudom azt, hogy amikor kimentünk az utcára, és találkoztunk a szomszéddal, már lehetőségünk volt arra, hogy beszélgessünk, és ha egy kicsivel arrébb mentünk, akkor a következő szomszéd, meg azt a következő szomszéd, és a harmadik, negyedik mondat után már szóba is került a gyülekezet is, mert hát nem volt ugye más egyéb közös ügyünk, mint a gyülekezet, egy kicsi falusi közösségi kulturális dolog, de a gyülekezet volt az, amelyik sokkal erősebben működött, vagy dolgozott, mint a városi magyar közösség, és a falusi magyar közösség. Na most itt a falvakon én azt látom, hogy a közösség, a falusi közösség is intenzívebben megéli szerintem az egymáshoz való tartozását, mint a városi, és bevallom, hogy igen, vannak olyan gyülekezetek itt Gömörben, ahol igenis a gyülekezeti tagok is szívesen találkoznak, szívesen összegyülekeznek, hogy egymást is erősítsék a közös programok alkalmával. Legyen ez akár egy zenekari próba, legyen ez egy bibliaóra, legyen ez egy karácsony előtti mézeskalácssütés, vagy egy gyülekezeti ház kitakarítása. Látom, hogy működnének, igényük van az embereknek a közösség megélésére. Lelkésztől függ, hogy mennyire nyitott a gyülekezet igénye irányában. Személy szerint hogy éled meg Isten jelenlétét és vezetését a mindennapjaid során? Ez egy jó kérdés. Én a naponkénti bibliaolvasás híve vagyok. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy szükségünk van élelemre, ugyanúgy testi értelemben, ugyanúgy szüksége van a lelkemnek is élelemre, lelki értelemben. Kétfajta rendszer szerint haladok a naponkénti bibliaolvasásban. Egyfelől a bibliaolvasókkal ahhoz szerinti igéket olvasom úgy az Új Szövetségből, mint az Új Szövetségből. Másfelől pedig a mai ige napra kijelölt én szösszenetnek mondom, rövidke kis szöszeneteiből táplálkozom. Ezen kívül pedig én ragaszkodom ahhoz is, hogy a hittanórák elején is legyen egy kis igei bevezető, és ehhez is megtaláltam kellő szakirodalmat, illetve
a szakirodalom alapján aztán tudunk a gyerekekkel is beszélgetni. Egy ilyen kis óra bevezetés, óra elejére a hangolódás címén az igei üzenetről. Nemrég kezdtük meg a 2024-es évet. Sokan így a januártól mindig várnak valami csodát és valami új kezdetet. Miért érdemes Istenre hagyatkoznunk a 2024-es évünkben is, és nekiadni azt az egészet, és vele járnunk? Mert én nekem az igazi belső békességet, a belső megnyugvást, a tökéletes harmóniát adja meg az, hogy én vele kapcsolatban vagyok. Ő az, aki a legszorultabb helyzeteimben is mellettem van, és ő az, akiben én még soha nem csalódkoztam. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy megosztottad velünk a fantasztikus bizonyságodat és gondolataidat, és az Istenbe vetett bizalmadat és hitedet. Én is köszönöm a lehetőséget. Isten áldása kísérje a rádió hallgatókat, és az Úristen legyen mindannyiunknak az őrző pásztora. Ez volt már a Hitben járó. Műsorom ismétlését meghallgathatják hétfőn 10 órakor, valamint a Gömör és Nógrád Rádió archívumából. Tartsanak velem a jövő héten is! Hallelujah.
szép folyóvíz mellé ültettél. Hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden, Szent a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a Szent a győztes Úr, Emmanuel.